Szeretettel köszöntöm mindkét bizottság tagjait. Megkaptuk a meghívót. Szeretném megkérdezni, hogy elfogadjuk-e a napirendben közölt pontokat. Aki igen, készlettartással jelezze. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. Mindkét bizottság egyhangúan elfogadta a menetrendet. Aminek az első napirendi pontja előterjesztés Nyíltelekváros önkormányzat képviselőtestületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítására. Ugye ezt már jelezte a pénzügyi iroda vezetője, hogy lesz még ilyen egy pár, mert hogy nagyrészt ez technikai dolog. Számomra ez úgy ki is derül, hogy az államkincstár átutalása, vagy a tervezés során előre látható. Nem volt előlátható, hogy hová kell elszámolni bizonyos tételeket, ahogy olvasom. Személy szerint nekem olyan kérdése benne, hogyha erről a saját hatáskörben óvoda és polgármesteri hivatal egyszerre két szót szólni, hogy mi ez, akkor én úgyis a kérdésem, aztán átadom a szót. Tehát itt is arról van szó, hogy az előirányzaton, tehát a meghatározott végszámon belül, a kiemelt előirányzatokon belül való közötti mozgásra testületi döntés kell. Itt is az évvégi számoknak a tükrében kellett, tehát az előirányzat mondjuk a személyi juttatásoknál, vagy jelesen a dologi kiadásoknál több volt, és az ellátottak pénzbeli juttatásán pedig kevesebb, tehát itt ennek a mozgatásáról volt szó szintén az önkormányzatnál és a hivatalnál, vagy az önkormányzatnál pedig ez a projektekhez kapcsolódó, amikor megtervezésre került, akkor minden szinte felhalmozási pénzeszköz volt, és közben kiderült, hogy vannak olyan tételei, amik inkább működéshez kapcsolódnak, és ezért kellett ezeket a dolgokat átcsoportosítani, mert hogy a beszámolóban a kiadásoknak és a bevételeknek és az előirányzatoknak és a teljesítéseknek összhangba kell lenni. Tehát itt sem mertünk végszámot, a végszám csak ezzel a 11.819-el emelve, ami szintén, amit már korábban is említettem, és most ez rögzítésre került, a nulladik havi támogatás, ami egy olyan technikai. Eddig nem így kellett megoldani ettől az évtől, az új számítani elszámolások miatt, ez így kell végigfutatni a rendeletünkben. Köszönöm szépen. Bizottságok tagjainak van-e észrevétele kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? Hogy rá szerint ez az államháztartás jön belül megfizetetlen, tehát ez a 11 millió forintról erről lenne szó? Így van, igen. Tehát ezt a támogatás, ez minden évben így szólt a kincstár a következő, tehát most a 2015-re leutal előző évben, hogy a bérfizetésekre, hogyha ki akarja, ki tudja fizetni. Következő évben, ez már a költségvetés készítésében szintén találkoztunk ezzel a sorral, ott pedig a pénzmaradvány, amivel a pénzmaradványnak a része, ott már kiadásként beterveztük, mintha visszafizetnénk, és akkor majd működik az egésznek a részekét majd 2015-ben. Egyéb kérdés észrevétel? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Támogatja mindkét bizottság tagjainak tesznek fel a kérdést, támogatjuk-e az előterjesztett anyagot a képviselő testületnek elfogadásra. Aki igen, emelje föl a kezét. Köszönöm, ellenszavazat, tartózkodás nem volt, egyhangú igennel mindkét bizottság támogatja az anyagot. Második napirendi pont. Előterjesztés Nyíltelekváros önkormányzat képviselőtestületének szervezeti és működési szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletének módosítására. Ezen se lepődtünk meg, hogy elég kerül az anyag, hiszen a költségvetésben benne ül, eléggé hangsúlyosan is, teljes joggal. Én
Személy szerint azt tanácsolnám a bizottság tagjainak, hogy bizottságok tagjainak, hogy ugye több, van egy általános rész, van egy általános bevezető, ahol ezt elmondják, hogy miért is van erre szükség, rendben van, mindenki előtt világos. Ja, ez nem az, bocsánat, ez nem az, elnézést, kicsit összecsúsztam, mert hogy most, igen, bocsánat. Az SMS módosítása először, amelyet a következő napi rendi pont indokol majd, kicsit előre szaladtam, elnézést. Ugye itt a törvény áthelyezi a települési egyetlenül nem is a települési támogatásnak, az ekvivalens, megfelelő dolog, illetve a köztemetést a képviselőtestület hatáskörébe utalta. Ezért mi gondolom a régi gyakorlatnak megfelelően, ez kérdés is a jegyző úr felé, újra a polgármesterre kívánjuk átruházni ezt. Jól gondolom? Jó. Igen. Akkor bizottságok tagjainak esetleg kérdés részlevétel az SMS módosításával kapcsolatban, még egyszer elnézést a sietségért, kora reggel. A másikból következik, igen, kicsit megelőzte, de egyszerűen szóval biztos tudja, hogy miért így kell. Ha, igen, Sándor? Csak egy gondolat a hatástanulmányra kapcsolatban. Ilyen pont videóról van szó, és itt a 7-es pontból mindig hatása nincsen. Ha nincs, akkor az SMS módosításáról szóló napi rendi pontot teszem fel szavazásra, ki egyetért az előterjesztéssel, kézfelemeléssel jelensze. Köszönöm, ellenszavazat, tartózkodás nem volt, egy hangúan javasoljuk. És most eljutottunk a harmadik napi rendi ponthoz. Előterjesztés Nyírtelekváros önkormányzat képviselőtestületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli szociális ellátásról szóló rendelet megalkotására. Itt szerettem volna, itt szeretném újra javasolni azt, amit előbb már félig eddig elkezdtem. Ugye kaptunk egy anyagot, ami megmagyarázza, hogy miért is van erre szükség. A segélyezés rendszere változik meg, de ezt ugye hallottuk a költségvetés tájékán is. Én amondó vagyok, hogy ez legalább 3-4 részre szétszedhető ez a rendelet tervezet. Én azt tanácsolom, amennyiben egyetértetek, hogy beszéljünk róluk külön, hogy például az eljárási rendelkezések, amik számomra nem túl izgalmasak, de lehető valaki számára esetleg rejtenek érdekességeket, és mondjuk a település támogatási rendszerről beszéljünk egyben, aztán beszélnék a rendkívüli települési támogatásról, a méltányossági módszer támogatásról, és a végén a természetben nyújtott szociális ellátások, köztemetés, szociálpolitikai kerekasztal, esetleg záró rendelkezések. Ez azért lenne szerintem így jó, mert mindig tudnánk, hogy ki melyik részhez szól hozzá, nem kavarnánk, és akkor itt eltekinthetünk attól a bevett szokástól, hogy csak egyszer szóljon hozzá lehetőleg valaki egy napi rendi ponthoz, nyugodtan akár 3-4-szer is el lehet mondani a véleményt az adott fontnál. Én ezt így látom áttekinthetőbbnek, nem tudom, hogy nagyon rossz ez a javaslat. Nem tudom, csendes, hallgatólagos beleegyezés. Akkor azt szeretném megkérdezni, hogy általában a rendelettel kapcsolatban, illetve a második fejezet pénzbeli ellátási települési támogatás résszel kapcsolatban, azaz a hármas paragrafussal kapcsolatban van-e valakinek megjegyzése, észrevétele, hozzászólása? Amíg gondolkodtok, én megkérdezném a jegyző urat, hogy
lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával. Van erre példa, hogy milyen nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához kértek önkormányzati támogatást? Mi lehet ez, ami esetleg ezt a kitételt indokolja? Mi lehet ez a... A lakóhelyhez kapcsolódik a segély, és ugye előfordul, hogy valaki nem lakás megnevezés ingatlanban lakik. Jaj, de igazából ott lakik, nem pedig valami másra használ erre. Tehát mindenféleképpen a lakhatáshoz kapcsolódik. Értem, csak nem mindenki az ingatlan. Igen. Köszönöm szépen. Felvilágosítást, illetve szintén jelzőtő azt szeretnék megkérdezni, hogy egy évre kell ugye megállapítani. Itt van egy feltétel, amit gondolom környezettanulmánynál valahogy ez a környezetrendben tartása. Igen. Feltétel, azt gondolom ellenőrzitek egyszer, és közben ez hogy működik? Tehát egy év alatt arra járunk, megnézzük, szomszédok szólnak, megkérdezek ilyeneket, tehát... Ennyi a legkérdés. Azért azért gondolom a legkörnyezet, mert azért először az, amikor megtudjuk körülbelül, akkor csak elmegy oda valaki, mert körbenéz. Azért viszonylag egyszerű szabályokat raktunk bele, tehát a környezet rendezettségét, illetve a lakásokat úgy van, ami ugye látható, előírhatnánk sok minden más, de azt gondolom, hogy az eléggé nehezen végrehajtható lenne. Tehát a fokozatosságjával kellene, azt gondolom, hogy szépen lassan kellene a lakosokat arra ösztökélni, hogy a lakókörnyezetüket és a környezetét, sőt, magát a lakó épületeit is rendbe tartsák, annak, hogy megkellő legyen a higiéniája, a szobákban felszereltsége. Mindez még, ahol gyermek van, a gyermek okán fontos is, de én óvatos lennék, és azért van csak egy pár ilyen feltétel, hogy ne tudjuk csak állni kérteni, mert mindenkinek valószínűleg nem tudnának ezt megfelelni. Hát az is valami, hogyha ezt tetődik. És ezt a ügyintézők, tehát a ügyletési ügyintézők ellenőrzik? Még fogják csinálni, igen. És ez valami szempontfeltétel, amit elmegyél, vagy tudom? Hát, tehát ami a, most mondtam, ez szubjektív, de hát azért az, hogy mondjuk a, hogyan, más, hogyan megyek be a ingatlanba, hogy nálunk kertes házalokhozzak vannak szemével, az már egy szemrehételezésre megállt. Ezzel mindig rendben szokott volt. Igen, tehát azt gondolom, hogy ez csak úgy lehet csinálni, hogyha azért mondom a fokozatosság, mert először arra kellene, hogy rend legyen legalább az udvarán. Valamilyen szinten nem mondja az ember azt, hogy művelje, de legalább valamilyen szinten rend legyen. És aztán majd szépen lassan az kell rászni, olyanra, hogy eltarthassa, vagy legalábbis kihasználja udvarán lévő, lehet, udvarában lévő lehetőséget, bármint, hogy művelje a kertjét. Köszönöm, csak akár negatív példaként is lehet, ha valakinek ilyen problémája van, akkor ezt hangozhat, hogy ezért nem kapta meg. Hát ha ezzel rá tudjuk ösztökélni, tudjuk azokat, akik ilyen. Azért eddig ez, próbálkoztunk, én ezt tudom vissza korábban is, és nem igazán tudtuk, milyen legérvényszerűen. Hát ez nehéz dolog, ugye most a jósultság feltétele. Tehát anélkül nem fog kapni, hogy ő legalább akkor, mikor a kérdemét benyújtja, ne legyen a kérdezete valamilyen szinten rendezett. Egyéb hozzászólás ehhez az-e? Taci. Azt írjuk itt a első, vagy a második pontban, hogy egyik jönnek sem zajlani. Tehát lehet, hogy a régiben is megvan. Az a szabályzat gyártó. Tehát nekem is valami ilyesmi. A lakás az nem nagyon megy. Tehát az a... Hogy a testület lássa. Tehát a rendeletünk, ugye amit mondtam is a kölcsövetes bevezésekor, hogy az volt az a papír, az alapjából indultunk ki, hogy ne változzon sem az ellátotti kör, sem az ellátotti kör segélyezési mennyisége, mármint hogy az összegszerűsége. Ezért a rendelet a korábbi rendeletnek a szabályozásait vette át egy az egyben, ott, ahol nem volt szükséges az állami szabályozót átemelni. Tehát mondtam, az eljárás rendelkezések egy az egyben a régi szabályozó, amit ugye nagyjából ez a testület fogadott el, a települési támogatás az a régi önkormányzati segélyből van átvéve, tehát önkormányzati segély szabályozója van átvéve, ott van ez kis módosítás egy-két helyen benne,
A rendkívüli térdési támogatás az is tulajdonképpen a régi rendkívüli támogatásunknak a része, vagy azon átéve, és a méltányosság közülgyártás szintén. Tehát azt mondom, hogy ugyanazokat a szabályokat vettük át, amik korábban voltak a vagyon, és azt mondja a törvény, hogy a szabályozó akként lehet csak megállapítani, hogy az ST, tehát a szociális törvény megállapított szabályokat nem lehet áthárni. És a vagyon szabályozó, tehát a vagyonnak a fogalmát az a szociális törvény határozza meg, amely kimondja azt, hogy az az lakóingatlan, amelyben lakik, az nem minősül vagyonnak. De minden más, igen. Tehát kocsi például. Igen. Nem emlékszek, hogy tudnak a tudatnél. Kocsi, igen, gyarul, igen. De a saját, az a lakóingatlan, amelyben életvitelszerűen lakik, az nem a vagyon része. Ezt nem lehet vagyonként figyelni. Mert ugye akkor mindenki figyelme számára, mert a... Egyéb részrevétel az első feléhez a rendeletnek, rendelettervezetnek. Amennyiben nincs, akkor ugorjunk egy paragrafust. A rendkívüli települési támogatásokhoz van-e esetleg kérdés, észrevétel? Én azért megkérdezném, hogy az elsősorban természetbeni támogatásként állapítható megkítétel, az mit jelent nálunk elsősorban? Elsősorban azt jelenti, hogy aki mondjuk, hogy ez rendkívülről szól. Rendkívüli, arra, aki beesik és azt mondja, ő most valamiért nagyon-nagyon-nagyon nem tudja. Mondjuk nem tud például élelmiszert venni a családban. Vagy gyógyszer. Vagy gyógyszer. Ugye a rend és abban nyilvánunk az elsősorban a természetbenisége, hogy mondjuk a családból eddig a családgondozó elmegy és bevásárol neki, illetőleg elmegy a gyógyszertárba, és ő veszi meg a gyógyszert, tehát az illető készpénzt nem kap, hanem természetben kapja meg azt, ami jár. Ugyanebben tartozik mondjuk például az, hogyha valakinek a közműszolgáltató felé fennálló tartozását nem tudnánk kifizetnénk, vagy a lakásfenntartási részben benne van, hogy kifejezetten odautalunk, tehát már a vízszolgáltatónak, a gáznak, vagy a áramszolgáltatónak utaljuk át a lakásfenntartási támogatás összegét, nem kapja meg készpénzben az illető. De ez így is működik a gyakorlatban. Észrevétel kérdés a napirend ezen al részéhez van-e? Ha nincs, akkor a méltányossági gyógyszertámogatásra szeretném, ha tovább ugranánk, ahol nekem rögtön lenne egy kérdésem, hogy ez az ötös pont jelző úr, ez biztos, hogy így van. Tehát ugye a kérelemet csatolni kell a jövedelmi kormányzáson kívül a szükséges gyógyszereket, azok havi adatját, a gyógykezelési időtartamát is megtudtettem, a házalmasított szakmaiorvosi igazolást, valamint a gyógyszerek igazolását, az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek, illetve segédeszközök költségéről. Nem így van. Hát én azt tudom mondani, ez a szabályozó az egyébként van át, nem változtattam semmit. A gyakorlati részét azt nem tudom, várjam már, beszéljük már ezt meg tényleg, ha már itt vagyunk, hogy tehát ugye itt ombudsmanilag is úgy van, hogy az ember egy lezárt borítékot ad azzal, hogy a beteg milyen gyógyszereket szed, amit elküldünk ez az meg. Ez állam, ez meg a önkormányzat. Igen. Hát mindegy, mindenkinek egy ilyet adtam. Igen, de tehát ebből, mert én csak közül azt mondom, összesen 9 darab ember kapja az önkormányzattól a nagy, tehát az állam. Az a az, és az megy zárt politikát. A méltányosságot nem a MEP küldi vissza, hogy mennyi a költsége? Nem vagyok benne biztos. Nem vagyok benne biztos. Mindenkinek ilyet kell adni, a boríték nem is kerül felbontásra. De ez nem kerülhet felbontásra. Azt továbbítjuk, amit ez biztos. Honnan, hogy mi döntjük el, hogy mekkora összeget adunk? Tehát mi döntjük el, hogy mekkora összeget adunk? Az lehet, de akkor is olyan igazolást kell kiállítani. Mi sosem nem állítunk ki kettőt, mi egyfajtát adunk ki. Szerintem ez... Ez a MEP-en megy keresztül, esetleg ezt érdemes lehet megnézhetjük. Biztos, hogy tehát, ha a MEP-en is megy keresztül, a MEP eddig is úgy csinálta, hogy nem mindig kap azokat a gyógyszereket, nem azokat a gyógyszereket finanszírozta le, amelyeket az orvos. Hát, valami érdekes számítás. Tehát nem, hanem azt mondta, hogy ha jól tudom, de én nem vagyok ugye orvos, hogy ugyanolyan hatóanyag tartalmú, legolcsóbbat adta meg. Tehát nagyon sok ilyen ellátásban részesülnek volt az problémája, hogy nem ugyanazt a gyógyszert
tehát nem tudta megvásárolni a gyógyszert a gyógyszerkeretből, mert hogy nem azokon az összegeken futott, tehát teljesen más, tehát hozzá kell. Na most ugye itt is valami hasonló van, tehát hogy amit a visszaigazol, gondolom azt akarjuk fel, hogy a gyógyszertáros lássuk, hogy valóban az összeszerűen mondjuk belefér a, tehát a MEP, amit megállapított, összeg, elfogadható összeg, és a gyógyszertárnál kerülő összeg, hiszen egy szabad áras, tehát bizonyos termékek gondolom szabad árasak, vagy nem? Tehát minden fix áras, minden gyógyszertár, ugye más? Gyógyszerek, van egy kis mozgás, de nem sok. Tehát gondolom ezért van benne, hogy láthassuk, hogy mennyi a... Az annyi, de ez még lehet. Én inkább a másik oldalon közelíteném meg azt, hogy ilyen adatvédelmi dolgok, hogy most a jegyző úr kinyitja a A4-es igazolást, és elnevetél, hogy nézd, Pista bácsi milyen gyógyszereket szed. Tehát szerintem ez a dolog ez azért van, hogy ez a lezárt boríték. Igen, de azt mi nem nyitjuk fel, az visszajön a MEP-től, ezért mit támogat? Hogy valószínűleg a MEP ez benne lehet, mert... Tehát nincsen semmi gond, tehát vissza is jön, de a MEP bejön, mit támogat? Igen. Tehát milyen összeget? Megint egy összeget. Igen, mi meg nem biztos, hogy ugyanazt adjuk, lehet, hogy többet, lehet, hogy kevesebb, de attól függően, hogy milyen a gyógyszertártól. Világos. Vagy akkor egyszerűsíteni ezt az ötös pontot, ahol nem térünk ki se a gyógyszertára, se a MEP-re, hanem. Tehát azt, hogy a költséget biztos, hogy nem a gyógyszertár igazolja, nekem ez meggyőződésem. A házi orvos az kiad igazolást, a költséget szerintem nem a gyógyszertár igazolja, hanem a MEP. Vagy pedig valahogy úgy fogalmazni, hogy megnézni, hogy is megy ez a gyakorlatban, nekem van egy olyan érzésem, hogy a MEP csinálja, még a 9 volt akkor is. A párossági, az akkor lépve, amikor már a MEP megjelentett, tehát a... Tehát aki nem az államiban, tehát aki nem... MEP adatai alapján. Akkor lehet, hogy a MEP adatai alapján. Igen, tehát a méltányosságot az kap, ami az kaphat, aki az államit nem kapja. Mert nem a gyógyszertár igazolja, akkor sem. Tehát ez régen volt, ez egy jó pár évvel. Ez egy régi szabályozás volt, amikor tényleg a gyógyszertár számolgatta. Jó, ezt megnézzük. Tehát nézzük meg is az éget. Én még leigazolom, hogy miket szed, elmegy a MEP-hez, és ott megnézik a számítógépes rendszer, vagy a jó kiváltás. Kiváltotta egyáltalán, mert az oké, hogy megigazolom. Ki igazolja? A MEP. Mert azt igazolja vissza, hogy... Igen, nem a gyógyszertár igazolja. Igen, 6000 forint is egyszer vissza. Régen így van. Az állami rész ez. Megnézzük. Azért megnézzük, hogy gyakorlat rész ezt... Halostottál meg. Jó. Jó? Ezt a részét. Másnak valamilyen nagyon... hasonlóan magas észrevétele ezzel kapcsolatban. Van ennek a felhatalmazása, a jogszabályi felhatalmazása a MEP-nek, hogy érjék az? Persze. Igen. Akkor meg írjuk bele azt, hogy az ide vonatkozó jogszabályban hatáskörre rendelkező igazolás. Ez a legszebb, így van. És van. És akkor megnézitek a gyakorlatban, hogy hogy kell. Utolsó rész, ami tehát a szociális ellátások köztemetét, szociálpolitikai kerekasztal, záró rendelkezések. Van-e, Gábor? Itt a 8. paragrafusnál a 2 pont. Helyi önkormányzati fenntartású oktatási intézmény gyermekvédelmi felelősség. Nem tudom, hogy helyesebb, hogy helyi önkormányzati fenntartású oktatási intézmény. Most már nem. A nevelési intézmény önnek aztán helyesebb lenne. Hát így jön ide, hogy helyes legyen. Oktatási vagy nevelési oktatási intézmény, a nevelési marad, akkor ez az oktatás. Az önkormányzati fenntartású kifejezés az marad? Azért kérdezte a Gábor, hogy az iskola már nem fenntartású, de a nevelési intézmény az fenntartású. Tehát az lehetett. És akkor az iskola? Külön iskola van, igen. Egyéb észrevétele ez a... Mi
akkor én úgy szavaztatnám ezt az előterjesztett anyagot, ezzel a két módosító javaslattal, a bizottság részére, hogy a 5. paragrafus 5. bekezdésének a valami gyógyszertár igazolását, az orvosi igazolását szerető gyógyszereket, a gyógyszerűségkérdésről, a költségéről részt, azt egy olyan félmondatra cserélnék, hogy az ide vonatkozó jogszabályban hatáskörrel rendelkező szerv igazolása alapján. Ezt a jegyző szépen összehozza mondattagilag. Illetve a 8. paragrafus 2. pont G alpontjának az oktatási szó, nevelési szóra cserélnénk, ezáltal pontosabbá válik a rendelet. Ezzel a két javaslattal teszem fel a kérdés szavazásra, aki egyetért és támogatja a rendelet elvezetett elfogadása, az emelje föl a kezét. Jó. Tartózkodás, ellenszavazat nem volt, egyhangú. A 4. napirendi pont előterjesztés Nyírtelekváros térfigyelő kamerarendszerének kiépítésére beadott árajánlatok értékelésére. Megkaptuk az anyagot, ahol a POIKEN Magyarország Kft. Adta a legelőnyösebb ajánlatot, és ezt is tartalmazza a tervezet. Van-e ehhez hozzászólás, kérdés? Nem emlékszem, hogy mennyi pénzzel rendelkezünk, mert azt mondja, hogy belefér, mindegyik is. Észrevétel, kérdés. Ha nincs, akkor aki az előterjesztéssel egyetért, kérem szavazzon. Köszönöm, tartózkodás ellen. Szavazat nem volt, egyáltalán támogatjuk. Az egyebek között van-e olyan, amit a bizottságoknak érdemes megtárgyalni, avagy elég lesz testületítéssel foglalkozni a dolgokkal? Elég testületítéssel. Esetleg az egyebek között a bizottságok tagjainak felvetés, ami bizottsági ülésre való. Ha nincs, akkor a bizottsági ülés ezennel bezárom. Köszönöm szépen, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Testületülésünkön, Szilárdnak köszönöm szépen, hogy részt köszöntöm a testületi tagokat, illetve a megjelenő intézményvezetőket. Felteszem a kérdést, hogy a meghívóban foglalt napirendi pontok alapján vezethetem a képviselőtestülést, aki ezt támogatja, készfelt hatással jelezzen. Egyenlő elfogadásra, de tartozatásra nem szavazat nem volt. Egy első napirendi pont. Nyírtelek Város Önkormányzat képviselőtestületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása. Érzékelődött asszony itt volt és segített a bizottság ülés folyamán megértenünk ezeket a technikai átvezetéseket. A pénzügyi bizottság ezt megtárgyalta és a magyarázatot követően elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé. A bizottság a pénzügyi bizottsággal együtt testen megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. A napirenden kapcsolatban valakinek van ilyen kérdése. Esetleg köszönhetünk, hogy te. Nem akkor ennek a napirendi pontnak a vitáját lezárom, visszavonulásra bocsájtom. Aki az elfogadását javasolja, kérem, tartásra jelezze. Tartózkodás. Ellenvennünk nem volt, egyhangolja elfogadásunk. Következő napirendi pont Nyírtelek Város Önkormányzat képviselőtestületének szervezet és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Ezt szintén a pénzügyi bizottság megtárgyalta. És
igazából a korábbi gyakorlatot folytatjuk, az új törvényi rendelkezés követően visszaállítva, úgyhogy elfogadásra javasolt a bizottság a testület felé. Ügyrendi bizottság is. Ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolt a testület felé. Testület irányában valami kérdés, hozzászólás esetleg. Nincs akkor ennek a vitáját bezárom. Elfogadásra javaslom a képviselő testületnek, aki támogatja készletartással helyezve. Ellenvetés, tartózkodás nem volt, egy jó elfogadásra került. A harmadiknak, hogy az önkormányzat a képviselő testületének szociális elszabadságtól függő pénzbelész, természetbeli szociális ellátáshoz szóló rendelet megalkotása, amelyet szintén részletesen tárgyalt. Igen, két módosítással javasoljuk elfogadni. Az 5. paragrafus 5. pontjában a gyógyszertár igazolását, a gyógyszerek költség igazolását tartalmazó félmondatot az ide vonatkozó jogt a szabályban hatáskörrel rendelkező szervre kívánjuk kicserélni, hogy aktuális legyen a rendeletünk, illetve a 8. paragrafus 2. pontjában, a G alpontjában az oktatási szót nevelési szóra cserélve a bizottság támogathatónak tartotta, és a befogadásra javasolja. Ezeket a módosításokat én befogadom. Az ügyrendi bizottság. Az ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja ezekkel a módosításokkal a testületben. Köszönöm. Észrevétel, valaki egy kérdés ezzel kapcsolatban? Nekem minden egyetlen egy észrevétel, és nem is a rendelethez, hisz azt a bizottság megtárgyalta a tanulmánynak, lehet, hogy csak én nem figyeltem, hogy arról volt ez, hogy ugye a gazdaság költségvetési hatásokat taglalja a hatástanulmány, itt ugye nem kitér egy részére, ami igaz, azt gondolom, hogy ennek nagyon komoly gazdasági hatása van az önkormányzat költségvetésére, hiszen nem fogadtuk el a költségvetést, és 10 milliós nagyságra betettük hozzá költségeket. Én javaslom itt ezt megjegyezni, hogy ezt az is pártaltuk, hogy ilyen sűrűtel pedig folyamatosan jön, de egy kicsit elhúzódó hatása van. Most azóta is és hozzá nyilatkoztak el az ügyben, ez nagyon nagy megterhelést tett a önkormányzat számára, hogy néhány dolog ugye az önkormányzat finanszírozásába kerül, hogy én ezt a hatások között megemlíteni. Lényeg nem változik persze, csak nem szorosan ez a dologhoz kapcsolódni, mindenképpen szeretném nyíltani egy kívülső testület a főnök figyelmét a kollégáknak és a vezetésünknek, hogy minél több információt tudunk beszélni a járáshoz átkerült támogatási formákról, és a lakosságot, az ide érdekelt lakosságot ebben is segítsük, hogy hogy lehet, mint lehet, milyen plusz esetek feladatokkal jár, vagy ha nem jár, akkor nem kell plusz feladatokat végezni, de biztos, hogy fognak hozzánk érkezni. Én mindenképpen jó lenne, hogyha erről a sajtóban is majd bőven írunk. Ha jól emlékszem, a keletmeszre olvastam, hogy ő is készített talán valami információs táblát, vagy információt erről a dologról, ha tudom azt is megszerezni, és akkor, mert biztos, hogy ez kérdés is fog. Mert bennünket is kerestek, de nem is nem tudja, tehát így is testület tudjuk mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Folytathatnám ugyanezt a körülbelül, nem felbentileg ugyanezt akartam javaslom, hogy hasonló, azzal, hogy én azt javaslom, nem akarok kinyitváltatni soha a polgármesterről, soha egy jegyzőúrnak, de azért a lakosság felé tájékoztatásra a polgármesterről vagy jegyzőúr, javaslom, hogy tegyek közé a helyi újságban. A tekintetben, tehát hogy a költségvetés kapcsán is nyilván szóba kerülhet, hogy hogyan változott a segélyezésnek a rendszere, gyakorlatilag nem magunkat kell fényezni, de azért azt, hogy az önkormányzat képviselőtestülete odafigyelt erre a problémára, és biztosítja, úgymond
egyéb forrásból ezeknek a segélyeknek a forrását. Ha egyet értettek vele. Meg ez mindenki. Egy általános lájás az a volt. Ezt még közérthetően kéne jegyzőben. Kevésbé ilyen paragrafus szerint. Tehát nem a jogszabályt lehet tenni, mert azt is lehet megtenni, hogy sok értető az én. Hogy úgy ért az ember. Az életét. Igen. Más nincsen, csak segít.
Felteszem a kérdést a képviselőtestületnek, támogatja ezt. Tartózkodás, ellenszavazat. Nem volt. Nem tudjuk, hogy ez a szociális ellátási rendszerben mi a feladatukat, de vizsgálni kellene, hogy ez a egy nap ez elegendő. Ebben mi gondolkodunk, hogy bővíthető ez? Bővíthető, szerintem ezt kezdeményezhetnék. Sortól függ. Igen, csak úgy a segítségről az. Meg kéne vizsgálni. Tehát azt kicsit ezt már vizsgáltuk a járás ellenállás szerint nem tud csak heti egy alkalmat biztosítani, hogy eddig is biztosította. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a segélykérelmeket azokat nem csak a járásnál, hanem hogy a helyi önkormányzatnál is beadhassák a lakosok. Mi azt gondoljuk, hogy nagy valószínűséggel az első időben, és hogy ez meddig fog tartani, azt gondolom, lehet, hogy évekig fog tartani, ezen segélyezetti kör, tehát akik a régi foglalkoztatási helyettesítő támogatást és a rendszer szociális segélyt kapták, azok még mindig a mi kollégáinknál fogják beadni a kérelmeket. Ez a dolog, ez a járásnak is egy kicsit a kérdése, mert az ott lévő kollégák, azok jelentős része nem dolgozott ezzel a két ellátási formával. Tehát nem. Nincs még olyan gyakorlati tudás mögöttük, mint a önkormányzatoknál lévő kollégák tekintetében, és ők azt kérték tőlünk, hogy amennyiben lehetséges, akkor amikor mi hetente egyszer tovább küldjük a beérkezett kérelmeket, azok a kérelmek lehetőleg úgy menjenek a járás felé, hogy az már egy teljesen felépített kérelm, tehát hiánypótlásra ne kerüljön a helymódban rá, a járásnál ne kerüljön sor. Úgyhogy én azt gondolom, úgy is rendelkeztem, hogy a kollégák ugyanúgy kell a munkát végezniük, mint ahogyan eddig csinálták. Egy kivétellel határozatot nem fogunk tudni hozni, mert a hatáskörben nem. Ezzel kapcsolatban én szeretném megkérdezni, hogy ez egy gyakorlatban akkor mit jelent? Tehát jogszabály odaadja a járásokra határozott hatáskört, ugye gondolunk forrást is biztosít rá, azt is odaadja, és mi végezzük a feladatot. Mert ugye a KET szerint, nem akarok itt jogászkodni, hogyha nem hatásköre, tehát az adott középszervek, ha nincs egy ilyen hatásköre, köteles továbbítani a hatáskörrel rendelkező szervhez. Ez nekem minden további nélkül belefér a helyi lakosságot. Segítsük azzal, hogy ne kelljen nekik bevenni a városba, úgy mondta, hogy éve felbringázunk, átveszünk és továbbítjuk a hatáskörrel rendelkezőhöz. De azért az, hogy a más munkáját végezzük el, azért én azt nagyon nem gondolom. Nem vagyok arra, hogy hozzáforrás. Nem tudom, hogy költségben ez mit jelent, egyébként fogalmam nincsen, de azért én azt mondom, hogy mértékkel vállaljuk mi át más hatáskörét, úgymond, hogy saját zsebből finanszírozzuk, saját költségvetésünkből azt a tevékenységet, amire az állambácsi a forrást a hatáskörrel rendelkező járásnak. Ennyi is szerintem. Következő még a egyenekben. Tehát a mai este érkezett egy megkeresés. Nyírbazony egyesületétől. Felújítás alatt van a pályájuk, és szeretnének a mi pályánkon labdarúgó mérkőzéseket tartani. Ez abban a szempontból, két szempontból kell vizsgálni ezt a dolgot. Az egyik az, hogy valamilyen szinten ez a pályánkat meg fogja terhelni. Nyilván hálás vagyunk, hogy ez a nyílt egy pálya azért a régebbi időben sokkal több forma mérkőzés volt rajta, szerintem el fogja bírni. A másik része pedig ennek az, hogy ők ezért rendes, tisztességes bérleti díjat fizetnék, amivel a sportot, ezt nyilván meg kellene visszafordítani az én gondolatom szerint, tudnánk támogatni.
ezt a bérleti szerződést nekem átküldték. Én azt javasolnám, hogy a beltartalmára egyezünk meg, és utána ügyvéd úr megkapná ezt feladatnak, hogy egy rendes szerződést hozzon létre. Én nem vagyok biztos benne, hogy nekünk egy ilyen másfél oldalas valamit alá kell írni, de hogyha az elvekről, amik benne vannak, és a pénzösszegekről megérkezünk, akkor én azt gondolom, hogy ennek nem lenne akadálya. Ők azt ajánlották és azt javasolták, hogy minden mérkőzéshez fizetnek nekünk 10.000 forint bérleti díjat, plusz a szertárosnak díját is kifizetik. Ez egy elvileg egy rendes egyesület, aki ezzel a pénzösszeggel rendelkezik is. Bukovenszki Zoltán a vezetője, aki rendőrségben dolgozik, tehát ez valamilyen szinten azért garancia lehet arra, hogy ne legyen a testület sem, meg az egyesület sem becsapva. Én azt gondolom, hogy minden bevétel jól jön, de én egy önszerződést szeretnék aláírni, amiben semmilyen hátrányos dolog nincs, tehát legyen benne lefektetve az, hogy mit vállalnak ők, mi az, amit nekik hozzá kell tenni, hogyha esetleg valahol kár keletkezik, akár az öltözőbe, a pályába, a pályafőnöki dolgokba, akkor ők azt vállalják, illetve hogyha nem az egyesületük, hanem az egyesületük meg, a drukkerei teszik ezt meg, akkor is azért ők vállalnak felelősségre. Ezt gondolom én, a testületi tagok más esetleg más gondolata ezzel kapcsolatban, vagy tudják ezt támogatni, és akkor most úgy végül pedig egy pontos és jól szerkesztett bérleti szerződést fog ehhez készíteni, és majd azt írok. Tehát azon milyen osztályban focizik, tehát abban a szempontból, tehát ugyanúgy két hetemben lennek a mérkőzései, gondolom, ezt esetleg tudjuk, hogy azonos hétvégén ellentétes. Annyi, hogy a sorsolás, igen, ők azt mondták, hogy úgy kérik, annyi probléma van, hogy nekik 10 hazai mérkőzésük van, tehát lesz olyan hétvége, amikor átfedés lesz, de úgy lesz átfedés, hogy az egyik a szombaton lesz, a másik vasárnap, mindig szombaton játszanak, tehát igazából az az eset, hogy négy csapaton egyszerre válaszolják. De elég mozgalmas lesz a mérkőzésnek. És ez a helyi polgárőrségünknek plusz feladatot jelent el? Úgy értem a biztosítást, az... Ha akarják, hogy plusz feladatot jelentenek, akkor meg kell keresni a polgárőrségünket, meg kell keresni. Én gondolom, ez egy plusz feladat, tehát mi ilyenben sajnos nem fogunk tudni nekik segíteni, nekik kell a saját mérkőzésüknek a biztosítására gondolkodni. Én ezt gondolom. És 10.000 forintot mondtál? Igen. És a fűt is, világítás, víz, minden? Igen, és ez azért általában márciustól indulna, és június 7-éig tartana. Tehát igazából itt azért már áprilistól, ez még egy ilyen 3-4 mérkőzés lenne, amikor lenne fűtés, világítás szerű valami, de utána... Igen. Hát, lehet egyetlen egy meglátásom? Igen, lehet. Hozzászólás, köszönöm. Hogy néztem már a beosztást, a sorsolást, és rendben van, hogy az egyik mérkőzést, tehát lesz olyan, amikor összecsúszik a kettő, ha már a sorsoláson úgyis változtatni kell, vagy esetleg van lehetőség a változtatásra. Ebben a szerződésben olyat is írjunk már bele, hogy amikor, mert elvileg ők szombaton játszanak, mi pedig vasárnap. Na most, amikor két csapat játszik szombaton ezen a pályán, akkor nekünk vasárnap elég trehány pálya fog jutni, hogy legalább ezeken a napokon mi játszuk a szombati meccset, egyet, és nekik jusson a mi meccsünk utáni vasárnapra a pálya.
Tehát, hogy ilyet lehet-e még esetleg kérni? Hát ez nem lesz a hatáskörű, tőlem lehet kérni még. De ne, tehát, hogy ezt esetleg leírni, hogy ezt ők igényeljék meg, ne nekünk kelljen ezt az MLS felé jelezni. Mert elvileg azt kaptuk, tehát... Ezt leírhatjuk elvileg, de nem tudom, hogy mennyire érinti ez a sorsolást ott az MLS-nél. Most, ha majd kész egy sorsolást, nem tudom, hogy mennyire nyúlnak bele. Jó. De én azt tudom erre mondani, hogy amikor régeséggel, amikor én nagyon fiatal voltam és én is fociztam, akkor itt bizony az ASE pályán volt olyan, hogy ugye, és te még emlékszel rá, hogy a Szombaton a túlsúlyra kellett kérdődni, és a vasárnap is a City is játszott, meg plusz még az a Serdülő is játszott, és a vasárnapi nap folyamán plusz még két mérkőzés, és egész jól bírta a pályán, tehát azért ez egy minőségi pálya, közel stábból, néhányan még azt mondják, hogy minden pályával is fekszik. Nekem, aki a karbantartó és a focisták mondta. Tehát ők, én az ő érdekeiket képviselem, jó? Tehát én ezért szeretném. Nekem egy olyan halasz megjegyzésem lenne, hogy vajon miért kérni ezt tőlünk, miért bazan? Csak nem azért, mert ügyesek voltak, és esetleg letolták a barakjukat, és építenek valami normális öltözőt, lelátót, lefedve, úgy ahogy kell, megyünk ki külföldön, én nem vagyok egy nagy focifan, de megyünk ki külföldön, ilyen 100-150 személyes kis lelátók, lefedve alattuk épület, ilyeneket látni Szlovákia, Lengyelország szerte, kis falvakban, tehát nem nagy városokról beszélnek, úgyhogy esetleg ezen mi is elgondolkodhatnánk, hogy itt a sportvezetésünk, hogy ilyen olyan lehetőségek, hogy jól lenne kibérelni nyílt azon pályáját, hogy figyeljétek. Igen, én ezt tudom egyébként, azért kérik tőlük, mert tavus pénz állt a házhoz, és ennek a körülményi felügyelődik. Gondoltam, hogy nagy dolgai. Igazából én ehhez kérem akkor a képviselőknek a megegyezését, illetve a kérdéseket, hogy ezzel a beltartalommal, ha létrejön egy szerződés, akkor én azt aláírom, mert hogyha a képviselőtestület ezt támogatja, akkor készbeállítással kérdezik. Tartózkodás előszerzett nem volt, akkor egy hatalmas támogat, és előkészíti a szerződést. Szintén az egyenekben együttműködési megállapodás érkezett a Philadelphiától, mely arra irányul, hogy egy szociális közszolgálkoztatással kapcsolatos pályázatot szeretnének ők beadni, és ezt kellene nekünk a támogatásunk, illetve az együttműködési megállapodás alá. Ezt szintén mindenki megkapta, átolvashatta. Én azt gondolom, hogy az együttműködési megállapodás támogatható, nem a képviselőtestület, hogy ezt támogassa. Ezzel kapcsolatban valakinek kérdése szerintem nincs, akkor ennek a együttműködésnek a tárgyalásáért, hogy bezárnám, és akkor kérdésre. Ne hasonló aktualizálni a lelkút. Jó. Ez csak a pontosítás. Jó, rendben. Jó. Kérem akkor a képviselőtestületet, hogy ezt a képviselőtési megállapodást támogatja, aki ezt támogatja pénztársákással. Köszönöm. Nem szavazott. Nem volt tartózkodás, nem volt. Egy tanuló vagyunk, hogy közösségi megállapodást a képviselőtestület támogatta. És akkor még az egyébek az elég hosszúra nyúl, de azért még nem szaladnék el. Még pedig a Nyíltelek Város Európa Polgárokért című pályázatról már beszéltünk. Ez a szomorú 150 ezer eurós pályázat. Ez is rohan népletre a készítésen március 1-e a gazdási határideje, amely a 2015-16-os kulturális programok, illetve a testvérvárosokban tervezett közös rendezvényeket
valóságban meg is ez a támogatás, ez úgy néz neki, hogy 90%-ot támogatna a pályázat, míg 10% önerőt kellene nekünk hozzátenni, és ennek a finanszírozása az abban a szempontból szerint is, hogy a felét ugye előrébb adják, tehát ez a költségvetésünket egyáltalán nem fog érinteni, viszont a továbbiakban hosszú távon 4,5 millió forint körüli önerőt. Ezt azért mondom, hogy körüli, mert az euró átváltásából adóra van, ez akár változhat, plusz-minusz néhány százalékra kellene arra. Kellene hozzátenni ehhez, viszont én a képviselőtestületnek a véleményét szeretném mindenképpen kérni, hogy hozzátehetünk-e ennyit. Én azt javaslom, hogy ezt mindenképpen meg kell fontolni, ez egy nagyon-nagyon jó pályázat, nagyon-nagyon sokat profitálhatunk belőle, tulajdonképpen az egy tizedét kell hozzátenni, és ez 2 évre megoldaná a város akár tisztítményét, illetve a városnapi rendezvényét. Én azt javaslom a testületnek, hogy ezt támogassa, de nyilván felteszem a kérdést, hogy ki az, akinek ezzel kapcsolatban kérdése van. Nyilván kérdés nem értezett. Igen, már így mi ez? Tehát ez úgy áll össze, hogy különböző tevékenységek, illetve rendezvények, utazási költségek, szabadidős tevékenységeket, terembérleteket, szorítási költségeket, illetve rendezéssel kapcsolatos költségeket, ilyen nyilvánosságot foglal magába ez a pályázat. És erre van már egy tervezet is. Itt a rendezvényeknél akár ilyen sétahajózás, sok minden van ebben, én igazából nem mennék bele. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen jól előkészített és nagyon sok színes programmal tudnánk várni akár a testületeket, de akár a helyi embereket is. Igen? Ez nem, igen. Tehát félrejtés ne essék, itt nem testvérvárosi kapcsolatok pályázatról van szó, egyáltalán nem. Én amit tudok erről, azt Szabolcsi Katától tudom, hogy ugye ezek ilyen emberek közti kapcsolatok, ilyen nagy európai, gyönyörű szép célok, amiket ugye én sosem szoktam érteni, de nem is az a lényeg, hogy én értsem. Hanem részfeladatokat kértek tőlem, amit én próbáltam teljesíteni a testvérvárosok részéről együttműködési pontokat. Ők benne lennének, ennek a, tehát ahogy én kivettem, lenne ennek egy ilyen szociális vonulata is. Pontosan nem volt világos előttem se. A lényeg az, hogy valóban én elsősorban a nyíltelki emberekre, gyerekekre fókuszálna ez a pályázat, és ennek, mivel uniós pénz kell, hogy legyen legalább 2 uniós országból, vagy akár 3-ból is résztvevő, és így kerülnek szóba a testvérvárosok, hogy egyáltalán nyerő pozícióba kerülhessünk annak a közelébe, és így lehet az, hogy esetleg az egyébként is megrendezendő kulturális programjainkon az ő költségeiket elszámolhassuk e pályázat keretében. Tehát a testvérvárosok egy ilyen mankóként kerülnek be ebbe a pályázatba, ami lényegesen több ennél, de a többi részéről én nem igazán tudok nyilatkozni, azt szerintem hatát kell megkérdezni, hogy pontosan mire is gondolt, vagy mire van kiélezve ez a pályázat. Minden esetre ez a 4,5 millió forint, ha azt veszünk, ez 24 hónap, de még annyit tudok erről, hogy 24 hónap a lefutási idő, ezt gyakorlatilag gondolom, ezek ugyanazok a 4,5 tennénk bele, amit egyébként is beleteszünk egy kulturális rendezvényben, városnapra, tehát én ezt valahogy így fogom fel magamban.
Azt gondoltam, hogy itt lesz, hogy esetleg igazgató úr, nem tudom, hogy ebben tud-e, mert veled is érintettük ezt a pályát, ezt a 150 ezer eurós pályázatot, hogy esetleg milyen magasztosabb célok vannak ebben, tudsz erről valamit? Hát én a programokról nagyon nem, tehát... A pénzügyi dolgokról beszélnénk, ez igaz? Pénzügyi, én a programokhoz nem tudok hozzáfűzni. Azt tudom, hogy az ütemezés úgy van, mivel 24 hónapos, hogy ez 4 alkalom lenne, és 2 alkalom úgy van tervezve, hogy az idén július végére, illetve következő július végére. Ez még egy egészítést. Igazából én úgy éreztem, hogy ez a március 1-i határidő, ez nagyon közel van, nagyon szorít, van valamilyen elképzelés. De picit úgy éreztem, hogy nagyon nem leszünk szomorúak, ha esetleg nem nyer a pályázat, mert legalábbis én azt az információt kaptam, hogy elég részletes hibalistával szolgál az Európai Unió, és a szeptemberi körre akkor már egy sokkal épkézlábabb, vagy hibáktól mentesebb pályázatot tudnánk beállítani. Még az is elképzelhető, hogy most a szándék csak egy ilyen tanulás, de azzal is egy fél évvel előre vagyunk, ha meg véletlenül nyerünk, akkor az meg direkt jó. Tehát, hogy van egy ilyen aspektusa, hogy egy ilyen tanulási folyamat. Ha nem sikerül, akkor is sikerül, mert segítenek nekünk olyan problémákat, így köszönöm, hogy az most a család. Én a magam részéről abszolút tudom támogatni ezt a pályázatot. Nagyon meglepő, hogy ugye itt kulturális programokról beszélünk, meg 2 évről, meg 2 városnapról, hogy tulajdonképpen én ebben semmilyen megkeresést nem kaptam a programok összeállítását illetően, vagy hogy esetleg segítséget nyújtjak benne, vagy véleményezésre, vagy bármilyen tekintetben, úgyhogy ez egy kicsit így meglepően szempontból a részemről, tehát hogyha itt ilyen sok kulturális eseményt foglalna magába ez a pályázat, ami a rendezvénytervekhez segítséget nyújthatna, illetve 2 városnaphoz, azt gondolom, hogy mint a művelődés szervező, vagy talán építő jellegű véleményekkel tudnék szolgálni a pályázatban. A mai napig én ebben megkeresést nem kaptam. Házon belül miért tudom? Egy cégben dolgoztam. Már bocs. Tehát nem gondolom, hogy nem így képviselő mondott, hanem mint akár Motovit Kft-nk az alkalmazottság. Mondom meg azt a sikerült cégen belül, azt gondolom. Ezt akkor házom meg. Mindenképpen. Munkáltató. Ha úgy látja. Szerintem nem járnék ott ez az ügy. Tehát jelenleg egy nagyon tág keretek kialakítása. A másik is egy, az vasárnas. Igen, de Gábor rendszerint, tehát igen. Te is azokat a pályázatokat szereted, meg érted, amit például a V4-es pályázat. Ott van, mi micsoda, látjuk, de mert így áll az agyunk. De ezek az Európai Uniós nagy nemes célok, ezek nyilván majd lebomlanak ilyen apróságokra is, de jelenleg ilyen nagy célokat kell meghatározni, és úgy nagyjából elképzelni, hogy ez mennyibe kerül, és szerintem amikor, ha ez esetleg nyer, majd esetleg kihozzák, hogy ez a gyengeség a pályázatok, akkor kell már ennyire részletesen. Mondom, én is pikkódokon kívül semmi egyebet nem szereztem. Semmi egyebet nem szereztem be, sőt a igazgatónővel majd nem, hogy elfelejtsük beszélni a vélemény miatt. Jó? Azon közön felsőbb, hol ez a sétakajózás? A Bodrogon. Ezt is majd öltöttél. Mert akkor ezzel kapcsolatban a kérdés. Akkor én felteszem a kérdést, hogy elvégben akkor a képviselőtestület tudja ezt támogatni, aki támogatja, az készfeltartással. A pályázat benyújtását így van. Ellenszavazat, tartózkodás. Nem volt, köszönöm szépen, és akkor az egyemekben beszélgettünk Gáborral, neki is van egy pályázat, és én úgy gondoltam, hogy ebből ő lenne az autentikus, aki ezt előadja, úgyhogy nem is szeretnék tőle rabolni a szót, átadom neki Gáborra. Köszönöm szépen, ez a pályázat is tulajdonképpen a múltban már a testületüléssel felmerült, és most Attila említett, hogy V4-et,
Ez kimondottan a testi a településre adott pályázat lenne a Diáksport Egyesület segítségével. Ez egy 15 ezer eurós pályázat, szintén ugye uniós pályázatról, projektről lenne szó, amit a Diáksport Egyesület az egészségedre nyíltanak 3 éven kívánna begyújtani. Ez teljes mértékben egybeesik a város nap időpontjával, tehát július 24 és 27-e közötti időszakról lenne szó, és kimondottan a testvér települések programjait támogatná, tehát például mondjuk a sétahajózást is, de lehetne ezeket sorolni. És a projekt 80%-os finanszírozottságot biztosít, vagyis 20%-an részt kellene az Egyesületnek biztosítania. Ezt vissza nem térítendő támogatásban kellene megfinanszíroznunk, a 80%-ot pedig visszatérítendő támogatás keretében a Diáksport Egyesület részére, úgy mint mondjuk 2 évvel ezelőtt szintén hasonló körülmények között, akkor még az egészségére nyertek egy pályázatot adtak a DSE, akkor is úgy emlékszem, hogy a testület hasonló körülmények között szavazta meg azt a pályázatot, és sikeres pályázati elbírálás esetén, ugye ezekkel a kiadásokkal a 10. városnak költségeit csökkenthetnénk, ez a 20%, ugye körülbelül 1 millió forintot jelentene, de azt a városnapba betervezett költségekből is tudnánk ugye finanszírozni, amit az előző testületülésen a költségek is alkalmával ugye megszavaztunk. Tehát így állnak össze ezek a programok, és ezt március 15-ig kell begyújtani, tehát a körülbelül 2 hónap múlva lenne eredmény, tehát még az idei városnapba pont beleférne. Köszönöm szépen. Nekem, ami ebből fontos volt, akkor nyilván ehhez a képviselőtestületnek egy önerőt kell biztosítani, de Gábor meg is jelölte, akkor ezt nekem nem kell megtenni, én is megteszem. Nyilván, amikor elfogadtuk a költségvetést, akkor abban a városnak egy megfelelő forrást biztosítottunk. Ezzel a pályázattal azt a forrást valamilyen szinten kihasználnak, illetve tudnánk megtenni a költségvetésünket. Én azt gondolom, hogy ugyanazt megkérdezem, mint az előző pályázattal kapcsolatban, hogyha senkinek nincs ehhez kérdése, hogy tudja ennek a pályázatnak a beadását a képviselőtestület támogatni, illetve az 1 millió forintos az előző hozzájáruló, vagy közel 1 millió forintoshoz, bár ennek a forrása megvan, úgyhogy én azt gondolom, hogy aki ezt támogatja, az készfeltartással. Köszönöm szépen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt, egy hónapra támogatjuk a pályázat beadását, sok sikert kívánunk Gábor, és akkor még én az egyébként visszaragadnám a szót, egy ilyen közérdekű információt szeretnék mondani, lomtalanítás lesz a következő héten, és ez azért elég érdekes lesz, mivel eddigiek során mindig egy központi helyre gyűjtötték a lomokat. Ebben azért voltak apró visszaélések, vagy legalábbis én ezt a jelzést kaptam, és az idei évtől ez úgy változna, hogy a lomokat, ami háztartásban keletkezik, azt mindenki a saját háza elé kell, hogy kitegye. Mégpedig nem, azért, mert hogy én ennek elkezdtem utána menni, és megnéztem, hogy annak a területnek, amit ott fenntartottunk, milyen lomok kerültek oda, és ezt hogyan szállították el. Ezzel kapcsolatban kaptam egy elég pontos kimutatást, meghatározták, hogy a tonnára, elszállítása és mindenre mennyi lom, és ennek egy része ugyanolyan volt, amit be kellett volna az embereknek szállítani, és kijött egy nagyon pontos szám, a tavalyi évben ez körülbelül 913 ezer plusz áfa. Tehát most azt a kérdést és azt kezdték nekünk, hogyha ezt mi tudjuk finanszírozni, és ezt a plusz ki tudjuk fizetni, akkor láthatunk ugyanott, de ezt már egy város, egy település sem tartja egy ilyen közös lerakó helyen, hanem mindenki a saját portál, illetve a saját ingatlanja előtt teszi le ezeket a szemünkbe, vagy elkívánni, vagy elvinni kívánt dolgokat, úgyhogy mi is azt gondoltuk, hogy a mi városunk is
kell, hogy ide újjon ahhoz, amihez minden más település a környékünkön, ezáltal az emberek is meggondolják, hogy mit fognak kitenni, illetve ígéretet kaptunk arra, hogy ezt pontosan el fogják oldani. Hát ez lesz az első ilyen év, úgyhogy mindenkitől türelmet kérek, meg nagyon-nagyon rugalmas hozzáállást, mert azért az eddigi megszokottakhoz képest azért elég nagy változás fog jelenteni. Reményeink szerint az utcák nem válnak. Helyről ennyien viszik el. Nyilván van költsége, azt szeregető összefele. És ha ugyanezt kiteszik, akkor annak sokkal több a költsége, erről nem készítettek ki mutatást, mert szerintem a kettőnek a különbözet az igazi dolog. Mert én még ez csak azt is felvettem, hogy lehet, hogy a 100-200 ezer forintba kerül, akkor megjel ennyit, hogy akár hozzátegyük, mert ez egy jó működő rendszer volt eddig, és most nyilván bele kell mutatni olyan, ami a felelőzete az összegben. Tehát ez pluszként kellene, hogy zsebkünk kapva az esetben, hogy közel 1 millió forintot? Igen. És korábban kellett érte fizetni, nem kellett? És korábban is kellett érte fizetni? Miért? De most a központi. Mi a motorja, hogy fizetni kell? Valaki igénybe? Nem. Csak. Hát ugye eddig sosem. Mert eddig nem kellett igyekezni. Tehát akkor van benne logika, ugye, amikor annak idején, már elnézést, hogy mondhatom, annak idején, amikor a testület elhatározta, hogy egy központi helyre az nem azért, hogy kivédetünk, hanem az volt a probléma, hogy teleszokták a telefonok szeméttel, és igen, költséget dolgoznak fel, akkor is benne nem akarunk egy évig olyan személybe járni, ugye egy évig sokáig. Hogy mondja, hogy jönnek jobban vele, húzolják szét, fogja a zsákot, megnézi, mi van benne, nem tetszik, ha tetszik, elviszi, nem tetszik, szóval nem viszik el, beszéljük szólja, ebből ül neki, elviszi, és a következő sarkon meg eldobja. Tehát az igazi probléma ez volt, és ugye ennek érdekében volt, született egy olyan döntés, hogy azt két hely volt egyik itt a Tokajút mellett, a másik meg itt utána végül a Tokajút mellett kitalálva ez a dolog, hogy odahozzanak ott tényleg. Hát az eddigiekről én nem tudok arra igazából. Tehát Isten igazából én is azt gondolom, hogy van költség annak is, hogy összeszedi. Most a kettő között mi a különbség? Üzemanyag a költség, ugye nyilván, mert menni kell neki. Hát és úgy gondolja, hogy nagyobb eséllyel valad tiszta a település, mert így is lesz lomb szétszórva, az biztos. Hát ez biztos. Tehát én ezt a számolást ezt nem igazából láttam is, tehát ez nincs különbözet. Hát most jó lehet, hogy nem fogja kirakni a kapuja elé ugyanazt, amit oda visz pótkocsival, de nyilván akkor többet kell bevinni, hát ha a szemét elmegy, vagy megy az áróba a szemét, tehát a... Pont ebből adódik, hogy nagyon sokan nem csak azt mondják oda, ami dolognak, és volt egy rendszeres különbözet, és ennek van egy díja, amit ők azt mondták, hogy most már nem tudnak vállalni, hogy ők tulajdonképpen nem. Mi a fogásról, hogy az aztán is lehet a műveny? Maga a lomtanítás, ugye az a háztartásnál összegyűjt, mindennapokban elvitt szeméttől, a szemét be nem rakható szemétkamra képzni. Viszik a kommunális hulladékot, viszik gyűjtve a műanyagot, viszik gyűjtve a papírt. De ezeket minden héten viszik el. Az ezen fölül keletkeződő háztartási hulladék, ami nem minősül veszélyesnek, azt lehetne kirakni csak lomtalanításkor. Ehhez képest, ahogy a polgármester is mondta, pótkocsival vittek oda szemetet. Egy családnál többet. Egy családnál egy év alatt egy pótkocsi úgynevezett lom, ami mindezekben a kategóriákban nem tartozik bele, valószínűleg nem gyűlik össze. Oda került egy év más olyan lom is, amit most nem nevezek, hogy kicsodák, tök mindegy, amit egyébként el kellene vinnie
az embernek a, tehát a szemét tűző helyekre, mármint hogy a Nyíregyházán, a Bokréta utcára, nem tudom hová, és ugye ott neki fizetnie kéne ennek a szemétnek a tőle való átvételéért. De ezt tudja, vagy tudta eddig kiküszöbölni a lakos. Ezt valószínűleg nagyon jól tudja a szolgáltató. És ugye azt mondja, hogy ő ezt nem tudja tovább finanszírozni, hiszen az egyszeri évi, egyszeri lomtanításnak a költségét azt ő beépíti a hulladék szállítási díjunkba, vagy a fizetendő díjba, abban benne van. De ez akkora mennyis, akkora összeget, ha jó a kimutatása, és egyetértek a polgármesterről abban, hogy ugye nem tudjuk, hogy milyen oldalról mutatjuk a számokat ki, csak feltételezhetjük a legjobb szándékát ő benne, hogy tehát ebben a, ugye mi eddig években, tehát duplán dolgozott az autója. Egyrészt lehozott egy konténert a központi szemétlerakóhelyre, majd aztán, amikor az tele volt, nem tudom én, hogy hányszor egy nap, ez Gábor tudom, hogy hányszor kellett jönni érte az autóba, és vinni, hozni egy újat, vinni, hozni egy újat, de mindemellett ő ugyanúgy körbejárta a települést, ha jól szolgáltatott, ugyanúgy körbejárta a települést, és szedte össze a ingatlanok előtt lévő szemetet, hiszen neki az a feladata alapból. Tehát itt két költsége merült föl, és reméljük, hogy amit polgármesterünk mondott és kért tőle kimutatást, ez valóban csak a központi lomtalanítási helyről elvendő szemétre vonatkozó összeg volt, én nem tudom, csak remélem. Tehát ő ezt, ezért mondja azt, hogy ha mi továbbra is szeretnénk ezt a fajta szolgáltatást nyújtani, amit ő azt mondja, hogy már nem csinálnak más települések régóta. Egyébként ezt tudom mondani, valóban a tavaly évben is nagyon sokat harcoltunk vele ezt a polgármesternek, ugye erősen, hogy adja nekünk a központi lerakóhelyet és adja a konténert, mert már tavaly sem akarta ezt nekünk adni. Muszáj, tehát ő azt mondja, hogy nincs akkor a mennyiség, az a mennyiségű szemét, amit elvisz innen, onnan a központi helyről, az nem a lakosságnál, nem csupán csak a lakosságnál megtermelődő dolog. És ő ezt nem vállalja föl, vagy akkor nem tud-e egyedi árképzés, vagy ezek nem tud egyedi árképzés. Ha most tudna egyedi árképzés, azt mondja, hogy jó rendben, ha kiszámol nektek mennyi volt a lomotok egy évben, következő évi szemétszállítási díjba, ezt nektek bele számítom, és akkor rendelkedne mindannyiunknak a szemétszállítási díjra, havi szinten. Az úgy, hogy ugye mondjuk mi tudjuk azt, hogy én nem rakok ki csak a háztartási hulladékomat. Még esetleg más élne ezzel a lehetőségre kicsivel többet. De ez kis, az közt mindenkinek egységesen kéne fizetni, hiszen szétszóródna a díj mindannyiunkra. Érthető volt, amit mondtam? Ezt különben jelezték, hogy már tavaly is felhívnám, ugye felhívottak, van felhívottak, de ugyanító, hogy jelezték ők ezt már tavaly is, hogy ez meg fog szűnni ez a fajta gyűjtögetés, mert nekik ez nagyon költséges, mert volt olyan szezon, hogy 18 az a nagy körméter, azt hiszem 8 körméteres az a... Nekem is egy nagyon kimutatás előtt. 18 konténert el kellett nekik szállítani két nap alatt, meg három nap alatt. Tehát ők ezt nem kalkulálták, hatták bele szerintem abban. De ha meg a megolán, akkor egységesen mindenünknek növekedne a szemétszállítás díja. Mennyivel is? Jó, de hát azért, hogy elvittek 18 tonnát, meg vittek volt 12-t, az vittek 2-t az egész településen, mert alig volt kitérve. Persze, a 2-nek a különbözőben az érdekes, hát nincs is már adott. Én úgy gondolom, hogy inkább itt arról van szó, hogy ha én kiteszek házam elé lomot, az, ami nem kerülhet a lomba, azt nem viszik el, fogják. Amikor meg a közösbe gyűjtődött, akkor mindent raktak oda, amiért fizetni kellene azt is. Inkább ez lehet a gond, mert volt olyan, amit egyszerűen, amit nincs benne a listában, azt nem is gyűjtött a házbelében, és akkor. És gondolom a gyűjtőhelyről meg el kellett vinni. Igen, mert egyébként azért viszem a gyűjtőhelyre, mert én nem akarom kitenni, mert az elképesztő cégkosszás, ti is tudjátok, ezt nem húznám ezzel az időt. De biztosan kerül a központi gyűjtőhelyre olyan lom, amiért fizetni kellene, és nem lehetne kirakni. És én itt látom a gondot, hogy ezért nem akarják ezt abba hagyni, mert ott, amikor a központi helyre viszik, nincs kontrollálva, hogy mit szabad, mit nem. Mit szabad, mit nem. És akkor tulajdonképpen két irányból is veszteséget szenved, az egyik. Ezt, hogy el kellene kiszállítani, a másik meg, hogy ezeket a személynek minőségű dolgokat nem szállítják be hozzá, és az is neki egy bevétel ki.
kiesés. Úgy lesz érdekes. Tehát én azt gondolom, hogy ezt most meg kell nézni, hogy hogy fog működni, és hogyha utána tényleg Lomos marad hirtelen. Ez is volt egy hatásra mindent. Igen, azért az elég. Hogy hol fogod a szemét kikötni utána, igen. És ott mennyi költségbe kerül, hogy ezt az elérni. Akkor mert nyilván, hogyha ez a probléma, amit tanítok a Szeged, akkor nyilván vigyáztunk rá, eddig is voltak a mezőerők, a közmunkások vagy valami, tehát nyilván ott is lehet ezt szabályozni valamilyen módon, amit nem lehet odavinni, akkor azt nem engedjük oda. Tehát mindig, tehát én még azt gondolom, hogy ha pénzt teszünk hozzá az önkormányzat, még akkor is lehet olcsóbb ez a megoldás, mint ha tényleg kell szólni a egész település szemétel. Az a van egy kicsit följön a lakosság figyelmét. Bár ezzel a naptáról rajta volt, csak az ember nem olyan alapos, hogy ezt a kártyát, a pillanatnaptát így áltanulmányozza, melyik volt, mert én akár újságban. Már meg elég nehezen is lehet észrevenni, mert csak az alatt is egy picit kis ilyen semmi változás a keddi kommunális, és itt van egy picit kis ilyen, ennyi. Meg ezelőtt 7 évén bevonultam ezbe. És 2-3 napig ugye húzódott, tehát sokkal nagyobb lehetőség volt arra, hogy most a szemetet elmenünk. Kedve, most ez kérdődött. Harnapig, most kedve. És kurdelnek pedig. Mertes, kedvences, hogy már kettőt. Minden tulajdonképpen az a leszélynek van, hogy sokkal több szemét ragad be a településen, ez a szemnyel, és most is elérkezett, és a jelzés, hogy a Laci Balatonhoz is küldtek egy kocsi szemetet, tehát ez a baj, hogy múltkor lefotózták a szemetet, tehát már így sok lehetősünk, amikor is már tett legyen szemet, és hát minden esetben nagyon oda kell figyelni, akár a polgárőrök segítségét kérni, meg mindenkinek. Mert itt az biztos, hogy guberáló megjelenik, bár ugye törvény tiltja a guberálás, de a munkai szemétlátáson, hogy amikor biztos, hogy az a mi szemetünk végzámot, azt szoktuk. Az idejében akkor egy hatástalan majd fogunk készíteni, akkor ebből, hogy is van ez, és ez hatástalan. Hát nem, ezt tényleg meg kell nézni, ez nagyon fontos, így tudjuk. Esetleg másnak az egyébben valamilyen kérdés, amennyiben nincs, akkor mindenkinek jó munkát kívánok, jó hétvégét. Hadd mondjam már, hogy jó holnap 5 órakor kezdődik nálunk a polgárőröknek a közgyűlés, a zsároközgyűlés, mindenkit megszerezte meghívót. Nagy szeretettel